A szerelem nem köthető az év egy adott időszakához, mégis van egy nap, a február 14-e, ami e köré épül. Persze ez megosztó. Vannak, akik előszeretettel vesznek ilyenkor apró meglepetést szívük választottjának, de akadnak olyanok is, akik elvből elutasítják, hogy egy trendnek hódoljanak, és ezért mutassák ki az imádatot a másik iránt. Az elmúlt évek alatt mindenki megismerte ezt az ünnepet, és tudja, hogy miről szól. Ez nem annyira magyar vonatkozású, legalábbis nem egy régi hagyomány, de ha jól tudom, ez 90 óta Magyarországon is ekkor kezdett elterjedni. Ünnepeljük, igen. A legtöbb, amit adhat egy ember a másiknak, a figyelme, az ideje és a mindennapokba csempészett kedvessége. Mónika már 2 évtizede maga mellett tudja párját, jóban, rosszban. Nem érzik szükségét annak, hogy külön hangsúlyt fektessenek a Valentin napra. Most már 20 éves házasok vagyunk, már 3 nagy gyerekünk van, már annyira nem. A rohanó hétköznapok pedig még ebbe az ünnepbe is belerondítanak. Akad olyan, akinek igénye lenne, de ideje nincs a szerelmesek ünnepére nagyobb hangsúlyt fektetni. Végül is fontosnak tartom valamilyen szempontból, de másrészt meg mindig dolgozom. A kedvesség nem pénztárcához kötött dolog. Márka konyhában is szívesen ténykedik azért, hogy meglepje szerelmét ezen a napon. Szoktam venni neki rózsát, de hát nem általában, nem mindig veszek rózsát, mert sajátot is termesztek. Meg kis csokival esetlegesen sütök sütit is. Ne csak február 14-én, az év többi napján is fordítsunk figyelmet szeretteinkre.